Kimondhatatlanul fáj és bánt, hogy Zoltánról, élete munkásságáról ilyen teljesen tökéletesen elfelejtkeztek. Olvastam valahol a 20. század magyar költészetéről, őszre induló előadássorozat tervezetét. Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi, Babics, Radnóti. Sehol, sem itt, sem máshol még csak a neve sem szerepel Nagy Zoltánnak. Pedig maga tudja a legjobban Milán, hogy közöttük lenne a helye. Tudom, ha ő élne, egyik-másik fiatal, ma befutott író megtisztelve érezné magát egy kézfogásától is. Sokszor pedig eltűnődöm, ha élne, vajon hogyan helyezkedett volna el ebben a világban? Erre kérem magát, drága jó Milán. Írjon róla, talán az irodalmi újságban, vagy emlékezzék meg róla a rádióban, vagy ahogy jónak látja. A maga szavainak súlya van. Tegye ezt meg a barátságuk emlékére, és az én lelki megnyugvásomra. Nagy Zoltán Érmihályfalván született 1884. május 15-én jómódú zsidó családban. A debreceni főreáliskola diákjaként Kardos Albert a kiváló tanár és irodalmár hatására kezd verselni. Az önképzőkörben ismerkedik meg és köt életre szóló barátságot Kuti Térei Sándorral és Tóth Árpáddal. Az 1901-1902-es tanévben ő az önképzőkör elnöke. Érettségi után a Debreceni Egyetem jogi fakultására iratkozik be, 1903-ban és 1904-ben versei jelennek meg a debreceni főiskolai lapokban és a Debrecenben. Két városi verspályázaton első díjat nyer. Kuruc verseit a Csokonai Kör felolvasó üléseiről írt cikkeit közli a Debrecen, és nevét munkatársai között említi. Ügyvédi pályára készül, de az irodalommal jegyzi el magát. 1904-ben Budapesten folytatja tanulmányait, az 1905-1906-os tanévben Párizsban a Sorbonne hallgatója. 1907-ben verses kötete jelenik meg, Hónapos szobákból címmel. Ülök néha csendes szobámban az esti szürkületben, és az óra száll, bár meg sem érzem, hogy szárnya egyet rebben. Látok sok színt behunyt szemekkel, és rég elfelejtett nőket. Dalok ringatnak, és nem tudom már, hogy hol hallottam őket. Egy-egy verssor kering köröttem, halkan zümmögve sírva, ringat, mint dal, mint festmény színes, és már nem tudom, ki írta. Mint csillag, mely nem tudni honnan, kigyúl az alkonyatba, vagy mint egy csók, mit kaptam régen, és nem tudom, ki adta. Most jelentek meg Nagy Zoltánnak, a debreceni poétavilág kétségkívül nagy tehetségű tagjának költeményei Budapesten, Hónapos szobákból cím alatt. 21 költemény van a végtelenül csinos kiállítású könyvben, amely minden esetre sokat fog beszéltetni szerzőjéről. Bennünket megfog, rabul ejt, elragad az ő síró, búgó hangja, egyszerűen megfestett bánata, vele született éjfekete melankóliája. Hitünk szerint Nagy Zoltánnak ez az első könyve szenzációt fog kelteni irodalmi körökben. Nézve Nagy Zoltán első kötetét, amelyiknek az volt a címe, hogy Hónapos szobákból, azt emelte ki a kritika, a későbbi kritika is, hogy noha a versek javarésze Párizsban született párizsi élményt jelent, Nagy Zoltán számára Párizs mégse, mint Adi számára, akivel nagyjából egy időben voltak kin, mégse a bakonyt hozza magával, mégse az a bakony, ahová el lehet rejtőzni a magyarugar elől, hanem itt is a fájdalom, a magány, a csendesség szólal meg,
a párizsi versekben jellegzetes darabja ennek a szemléletnek a fájdalom, a magány, a bú költészetének jellegzetes darabja a Homok című költemény, amelyiknek az alapélménye az, hogy Párizsban, a szobájában egyszer csak felfedezi a homokszemeket a könyvein, és arra gondol, hogy ezek talán ér mellékéről, azaz Érmiály falváról, a szülőfalujáról kerültek oda, de ez az egyszeri élmény aztán kitágul, amikor azt vallja, hogy homokszemek vagyunk mindannyian, kis homokszemek, akiket két szél fúj, a halál és az élet. Ez a halál gondolata itt is megjelenik már, tehát az első kötetében is, lényegében az egész élete végéig nagy nyomatékkal mutatkozik meg ez a gondolat, az elmúlásnak, a halálnak a gondolata. Elsősorban nem az önsajnálat szólaltatja meg, tehát nem azt sajnálja, hogy ó, jaj, meg kell halni, mint Babits Mihály, hanem a költői öntudatnak a szempontjából veti föl az elmúlásnak vagy a halálnak a kérdési dolgát, vagyis hogy mennyi marad meg utána, maradnak-e utána, ahogy ez párizsi versében írja rögtön az első kötetben, maradnak-e utána sorok, vagy csak ócska sorok maradnak egy bizonyos könyvnek a lapjain. A későbbiek során is kis tücsöknek nevezi magát a Magamhoz című versében, amely vagy aki tücsök cirpel valahol a pallagon. Tehát a költői szemlélet az a halhatatlanság, a maradandóság szempontjából mindig alacsony lángon ég, nincs annak a biztos tudatában, hogy a neve fönn fog maradni, hogy az életművének az alkotásait forgatni fogják. Budapesten megszerzi ügyvédi diplomáját, és a fővárosban dolgozik. Ekkor kerül szoros kapcsolatba a Nyugat költőivel és szerkesztőivel, és 1909-ben már 3 verset publikál a Nyugatban. 1941-ig rendszeresen jelennek meg versei, novellái, kritikái a lapban. Összesen 157 publikációját közli a Nyugat. Kedves barátom! Néhány költeményt kérek a jövő hónapban meginduló felolvasó üléseinek valamelyikén. Csak személyes felolvasás fogadtatik el. Igaz híve, Kardos Albert. ...1911-ben visszaköltözik Debrecenbe. Átveszi egyik rokona ügyvédi irodáját. Csendesen és visszahúzódva végzi munkáját, írásaival a debreceni lapokban nem találkozunk. Ugyanakkor a Nyugat ismert költőjévé írójává válik. 1913-ban a Nyugat kiadásában jelenik meg második kötete, a Csend, aranymadár. Esik. Sűrű fonál a ferdén a háztetőkre dűl. Csend a szobában. Ülök régen, mozdulatlan az ócska széken, egyedül, egyedül. A falon át hallom, a házban valaki hegedül. Nem kíséri se hang, se ének. Elkóborog csendjén a légnek, egyedül, egyedül. Esik. Egy csöpp halk koppanással az ablakomra ül. Kissé pihen, remegve, fázva, és elindul lassan, tétovázva, egyedül, egyedül. Se nap, se hold. Elmentek. Erre a csillag se kerül, s a szürke föld holtan, kihűlten esik, esik, esik az űrben, egyedül, egyedül. Kötetét a Nyugatban osztatlan elismerés fogadja. Nagy Zoltán kötete kevés verset tartalmaz, de kevés termék súlya, édes nedve, nemessége azt mutatja, hogy a versek a magyar líra Isten áldotta szőlőhegyén a legdúsabb fürtök közé szüretelődnek.
tökéletes szonetteket, madrigálokat ír. Csiszolt sorokat egy nem létező márkízhoz, aki oly hajporos, kecses és merev, hogy Racine ideája is lehetett volna. Mondani valóját pedig határozott ívben viszi felfelé az érzése, amely egy nyugodt, objektív világ szemlélet tüzében elvesztette minden salakját, és tisztává, csillogóvá nem esedett. Ezek a sorok jelzik Nagy Zoltán költői beérkezését a modern magyar irodalomba. Várják, kérik írásait a budapesti szerkesztők. Kérek verset a következő számba. Igen, tisztelt Uram! Az Est kiadásában január 1-én új heti lap fog megjelenni, amelynek szerkesztését rám bízták. Az új lap munkatársait legkiválóbb magyar írók közül válogattuk össze. Ezeknek sorában okvetlen számítok az ön működésére is. És igen boldog lennék, ha az első számunk egyikében prózai vagy verses művét közölhetnénk. Mélyen tisztelt Uram! A nyugat már régen nem, vagy csak igen ritkán látja önnek kéziratát. Holott mindig örömmel fogadja. E sorokkal csak emlékeztetni akarom, hogy gondoljon ránk. Igen tisztelő társa és híve, Ignotus. Nem kell katonáskodnia a világháborúban. Ügyvédként is kapcsolata van az írókkal, ő intézi szinte valamennyi nyugatos író, költő, peres, jogdíjas és egyéb ügyeit. Remeteként húzódik meg József királyi főherceg utcai lakásában. Füst Milánhoz írt sorai tükrözik lelki állapotát. Hogy van? Én köszönöm, szomorkás hangulatban vagyok. Rajtam ugyan a forradalom nem segít, de azért éljen a forradalom. Emen állam szokatlan szangvinikus kitöréssel zárom levelem, és vagyok mindig változatlan szeretettel. Nagy Zoltán. ...1921-ben kedvező fordulat áll be költői, írói pályáján. Budapestre költözik. Jónevű ügyvédként javul anyagi helyzete, a Falk-Miksa utcai lakásban szövegeti tovább álmait. A Nyugat belső köreihez tartozik, részt vesz a Nyugat matinéin, a szerkesztőségi beszélgetéseken és a kávéházi tereferéken is. Megszaporodnak publikációi. 1922-ben Konstanzban német nyelven jelenik meg a Nevető ember legendája, Die Legende von Lachendem Mann. 1923-ban pedig a harmadik verses kötete Elégiák címmel. A füvészkertet járom szeptember délutánon. Hullott levél az úton, felverte ősz igaz. Tüzel az árnyak rése. Szeptember napsütése ragyog, mint jó vigasz. Táblák a fák tövében. Rá volt pingálva szépen a múltkor még nevük, s virágos volt az ág. De az eső lemosta, s befette barna rozsda. Rég voltam kisdiák. 25 éve éppen, hogy az útjára léptem. Zendüljetek zizegve őszi melódiák, ó, elhagyott kert csendje! Magam járok csak benne, meg néhány kisdiák. Nekik most zöldül fájuk, s kerengve hull le rájuk emlékeim holt lombja, mit őszi gaj lehint. Ó, szeptember szent láza, új könyv, tabularáza az életük megint. Most emlékszem reátok, ti régi könyvásárok, új kosztos hely varázsa, szobám kis ablaka, új szívem, új regénye, ókörzőm sárga fénye, rajztáblám jó szaga. Már nyújtja lankadón itt a bodza bús bogyóit, sötétlő koszorúnak hajlott fejem fölött. Ó, elvirágzott múltam, fanyar bogyók konyultan piros lombok között. Isten, kegyelmed kérem,
adj új szeptembert nékem, adj vidám újrakezdést, új szívet, új erőt, újuljon hervadt ágod, te vén örök diákod, fakult, kisült meződ. A kötet kritikai fogadtatása újabb elismerés a már végleg beérkezett költőnek. Új verses kötetét szinte a lezajlott lírai periódus utolsó, fontos és maradandó momentumának érezzük. Babits Mihály. Hogy szívem miért nem könnyű hegedű, mely fölzeng minden halk cirógatásra? Vagy miért nem édes hangú zongora, hogy trillázna billentyűs fogsora, ha könnyű újat kerget könnyű társa? Hogy miért nem hárfa, vagy miért nem gitár, hogy tépné húrját, míg elömlőn zengne szép női kéz? S ha nem tud szólni már, a drága hölgy ölén némán pihenne. Hogy miért nem síp, melyen szerelmi láz, kanyargó fodrú nótát fuvoláz, lankasztva karcsú táncos nő bokáit? Hogy miért harang, mely csak nagy néha kondul, ha megütik, s akkor fölzúg bolondul, s remegve zeng, zeng még aztán sokáig. S most miért nem szól? Ó, elfelejtett álom! Ó, régi, régi, régi ifjúságom ott mélyen lent az idők tengerében, mesés Atlantis elnémult száz hangja. Ó, süllyedt város, elsüllyedt harangja a visszafojtott könnyek tengerében. Minden sora és minden ritmusa, minden képe és minden ríme szervesen sorakozik fel és záródik össze a vers végén, amikor aztán ki van merítve mindaz, amit a költő mondani akart. A verse egyetlen drága kő. Minden sor és strófa ennek megannyi fazettája. Nem a fazetták csillognak ezer színű fényben, hanem a drága kő. Schöflin Aladár. Mind Kosztolányi Dezső, aki az első nagy tanulmányt írta Nagy Zoltánról, mind pedig Babits Mihály, aki az Elégiák című Nagy Zoltán kötetről, a harmadik verseskönyvéről írt, a debreceni költői hagyományokhoz kapcsolta Nagy Zoltán költészetét. Azzal a különbséggel, hogy Tóth Árpád költészete szintén a debreceni hagyományokban gyökerezik, Tóth Árpád költészete írta volt Kosztolányi a népi egyszerűségnek és a természettudományos világszemléletnek a lenyomata, a Nagy Zoltáné pedig, ahogy majd később Tóth Árpád is nevezi, a precióz ékszerésznek a költészete, az a költészet, amelyik csinnal csiszolgatja a versformákat, legyenek ezek a versformák, akár szonettek, madrigálok, azaz Nagy Zoltán művészete, vers művészete elsősorban Kosztolányi szerint is, Babits Mihály szerint is, de Tóth Árpád szerint is elsősorban formavűvészet. Babits a harmonikus világfájdalom, vagy a harmonikus fájdalom költőjének is nevezte Nagy Zoltánt, ahol a fájdalmon legalább akkora hangsúly van, mint azon, hogy harmonikus ez a fájdalom. Tehát a megszólalás módja nem szélsőséges, nem indulatos. Annak a költőnek a fájdalma ez, annak a lírai személyiségnek a fájdalma, aki még a bánatát, a búgát, a magányérzetét is harmonikusan tudja megfogalmazni. Tagja lesz a Nyugat Könyvkiadó Vállalat igazgató tanácsának, a PEN Klubnak. A Nyugatban megjelenő új versei vagy prózai írásai után gyakran kap baráti elismerő sorokat a magyar irodalom kiválóságaitól. Minden ragyog, s minek minden örül, az nékem fájó keserűre válik körös körül. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Mit jársz, kutatsz, fogsz tűnő árnyakat? Egész világod elsuhanó álom. Rab vagy magad egy fantomokkal népes pusztaságon. Ne szólj, szabad nem hallja senki.
ne hallgatózz, hang nem jöhet idáig. Vakon belengi kilátásod a bánat éjszakáit. Csak káprázat a többi emberarc, ördögmozgó fényrajzán leng a vászon. Játék a harc, s magad vagy csak a bús előadáson. A vak anyag lázálma csak az élet. Akit szeretsz, az nincs is, csak te látod. Magányos lélek, ismerd, s fogadd el örökös magányod. Húzódj barlangba remete hegyen, minden reményt és balga vágyat elves. Isten legyen te hozzád már irgalmas és kegyelmes. Kedves Zoltán bátyám, nem tudok várni a holnapi találkozóig. Most olvastam, és így most melegében írom meg neked, hogy a bölcsesség dala remek mű. Kosztolányi szeptemberi áhítata és Babics Jónása óta nem olvastam ilyet. Mély tisztelettel és szeretettel köszöntlek. Radnóti Miklós. Itt búsulunk a Vén-Gellértre, és versenyszeretjük a távollevőket. A csodálatos város borzasztó szép vers. A novellatán még szebb. Kafka Margit. Kedves uram, sokszor olvastam már a jelenéseket, és most, hogy egy különben is boldog, s tiszta percemben megint csak olvasgattam, meg nem állhatom, hogy szívből fakadó szeretetteljes üdvözletemet el ne küldjem önnek. Déri Tibor. Nagy Zoltánt század elejé megismerkedésük óta mély és őszinte barátság fűzte Tóth Árpádhoz. Ő volt Tóth Árpád igazi, legőszintébb barátja. Nem meglepő, hogy 1917-ben Baráti kalauz Tóth Árpád két verses kötetéhez címmel ír baráti szeretettől átszőtt elemzést a Nyugatban. 1938-ban pedig három közleményben teszi közzé Tóth Árpád 1909 és 1920 között hozzáírt leveleit. De Füst Milán, Nagy Lajos, Babics, Kosztolányi, Karinti barátjának is tudhatja magát. A 30-as évek végén a fokozódó antiszemitizmus miatt nehézzé válik a helyzete. Vigaszt jelent számára, hogy társa talált, megnősült, a szerelem kissé örömtelivé teszi napjait. De a háborús években már megkísérti a fenyegető halál. Folyton arra gondolok, hogy mindenki meghalt. Pádi, Kosztolányi, Juhász, Karinti. Többnyire fiatalabbak, mint én. Kaposi, Mikes. A csillagom halovány, gyűrött, sárga. Ezentúl együtt bujdosunk esőbe, hóba, sárba. Millió társa tündököl felhők felett az égen, de én rám már csak ez ragyog, mint ősapámra régen. Mi égi fáról szállt le rám, bús hervadó levélnek? Világnak ősze van talán, s már lombja hull az égnek. Alatta most egy szív dobog, rejtett könnyekkel sírva. A szomorúság öt könyve van abba beleírva. A szomorúság öt könyvét tanulom minden órán. A mesterem a rettegés, fekete bú a tórán. Utam már nem visz sehova, csak témfereg a lábam. Nem tudom, hol van Jehova e szomorú világban. Tán ő is menekül, vad felhők rengetegjén. Hátán batyu, szemében könny, és egy csillag van a mellé. Túléli a háborút. 1945. június 8-án a Kulturális Egyesületek Szövetsége alelnökévé választotta. Úgy tűnik, a megbecsült és ismert költő pályafutása egy új határkőhöz érkezett. Nagy Zoltán ügyvéd
és író tragikus halála. Nagy Zoltán volt debreceni ügyvéd és országos nevű írót tragikus haláláról érkezett hír. Nagy Zoltánt Budapesten ügyvédi irodájában rablási szándékkal megtámadta egy ismeretlen férfi, és agyonlőtte. Nagy Zoltán halálát általános részvéttel fogadták debreceni irodalmi és ügyvédi körökben. Nagy Zoltán 60 éves volt, és tegnap helyezték örök nyugalomra. A sírnál a barát Füst Milán búcsúzik tőle. Emberi tragédiáját követi a költői is. Még megjelenik egy poszthumusz verses kötete 1924 és 47 között írt verseivel, Álmomban zene címmel, de ezt követően a feledésbe merül költői írói munkássága. Örök emlékek völgye ez. Ez a közepe földnek s égnek. Bármerre fussak is, elér árnyéka emelyegenyéknek. Aróna alkonyi sötét, bánat borul a láthatáron. Az elhagyottság síkja ez, nyugtalan éjen tompa álom. A szántás dértől ősz, s fagyos. Varjak felhőjelen kerengve, az ég fakózöld, messze mély. Ez a sóvárgás végtelenje. Itt égettem, mint venyigét, vágyak tüzén az ifjúságot. Ebből a kútból ittam én eloldhatatlan szomjúságot. Ez a szorongás, vágy, magány, ami voltam és ami lettem. Örök megbánás földje ez. Örökre. Mert én itt születtem. Igen, tisztelt asszonyom. Kezdek visszafele nézni, és nagyon sokat látom őt. Legkedvesebb tanonc éveim teltek el mellette a nyugatasztalánál. Csendes volt, okos és nagy költő. Egyre jobban érezzük, hogy mennyire szerettük. Csész Szabó László. De az elismerő szavak sem törik át a felejtés csendjét. 1962-ben mintha valami változás történne. Megjelenik Ének a magasban címmel összegyűjtött verseinek gyűjteménye, 1967-ben a Nevető ember legendája, mely válogatás prózai írásaiból. Utána néma csönd. Ha nem csak a költészetére tekintünk, amelyiknek tehát elsősorban a zeneiség, a csiszoltság, a formai művesség a jellegzetessége, hanem nézzük a tanulmányait, a kritikáit is, akkor azt lehet mondani, például az Olá Gáborról szóló egyik első bírálatát nézve, hogy megvolt benne az ítélő erőnek a keménysége, a bátorsága, de ugyanakkor a Tóth Árpádról vagy Kemény Simonról szóló dolgozatát olvassuk, akkor azt is lehet mondani, hogy nagyon mélyen ismerte a költészetnek valóban a lírának minden csinyát, minnyát. És ha emellett a kritikák mellett, a tanulmányok mellett, tehát a művíráló mellett még azt is nézzük, hogy elbeszélőként se utolsó volt, mert hiszen a Nevető ember legendáját még németre is lefordították, vagy ha azt a elbeszélését nézzük, amelyik a Disznó címet viseli, ez például meggyőződésem szerint akár Móricznak az életművében is az első helyen állna ez a Nagy Zoltán elbeszélés. A harmadik, tehát mintegy a műnemi teljességet nézve, hogy a drámái is roppant szellemesek, roppant olvasmányosak, ott is a drámáiban is lényegében az a gondolat fogalmazódik meg visszatérően, ami az emlegetett Nevető ember legendájában, hogy az életet úgy kell szemlélnünk a maga elmúlásában, a maga változásában, a maga változékonyságában,
hogy az értékek is maguk mulandóak, de az értékeket mégis meg kellene őrizni, mégis meg kellene tartani. Szülőfalujában, Érmihály falván semmit sem tudnak róla. Debrecenben sincs emléktáblája, nem találkozunk nevével, fényképével a Nyugat kiállításán sem. Könyvei alig-alig lelhetők föl a könyvtárakban. Pedig a jó versolvasók köztudatában mindig úgy élt, mint a Nyugat javaköltőinek egyike, csak kevéssel nagy barátja, Tóth Árpád mögött. A völgyet nézni állj meg hegytetőn, az életet tanuld a temető. Figyelj reám, ki nem mozdítok ajkat, már jól tanít, ki mindörökre hallgat. Most hallgatok, de egykor zengve zengtem, a föld, a víz, a lég hallottak engem. Nem néma, bárha nem szól a harang, s nem törli el a csend, hogy volt a hang. Voltam parázs, elszálltam, mint a pernye, szívem tüzét eloltál bús zegernye. De melegebb a nyár, s a déli szélben örökre érzik már, hogy én is éltem. Voltam kiáltás, elkapott a szél, de aki kiáltott, az él. Völgy csipkebokra már hiába száraz, az Úr lángolt ott, mindig oltár már az. Ha van füled, halt hangtalan beszédem. Mindegy, mi voltam, voltam az, ami, egy hang voltam az Isten énekében. És kár lett volna el nem hangzani.